Most viszont ki fogom takarítani ezt a fiókot. Hát igazából csak utána kellett volna megmutatnom nektek, de hát ilyen ez a való élet. Jó reggelt, fiúk, lányok, vagyis hogy hát szép délutánt, mert hogy már 1:45 van, de ideig vágtam a tegnapi vlogot, illetve már töltődik is fel nektek. Nagyon izgalmas lett szerintem, talán az egyik kedvenc vlog részem, úgyhogy remélem, hogy nektek is tetszett, és ha esetleg még nem láttátok, de mégis már egy nappal előrébb jártok, azaz ezt a vlogot nézitek éppen, akkor mindenképp menjetek egy napot vissza, és azt is nézzétek meg. Most fogunk elmenni reggelizni, ugyanis eleve későn keltünk, hiszen tegnap későn értünk viszonylag haza, és ahogy mondtam, idáig még dolgoztam. Szóval most el fogunk menni valahova reggelizni. Én szeretnék egy új helyre menni, úgyhogy lehet, hogy nem a megszokott helyeinkre fogunk menni, hanem valami új helyre, de ez mindjárt ki fog derülni, mert arrébb nézi, hogy hova tudnánk menni. Kaptam egy csomagot egyébként, és gyorsan szeretném megmutatni, hogy mi volt benne, mert nagyon-nagyon aranyosnak gondolom. Az Avon küldött nekem 3 arcmaszkot, és írták üzenetben, hogy látták a legutóbbi elfogytak videómat, amiben ugye elfogytak az Avonos K-Beauty is arcmaszkjaim, és mondtam, hogy tökre beváltak nekem, és akkor ezért gondolták, hogy küldenek nekem megint arcmaszkokat, és ez mennyire aranyos, meg mennyire figyelmes. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, iszonyatosan jól esik. Szóval ezek is ilyen K-Beauty is arcmaszkok egyébként, és mindenképpen ki fogom őket próbálni. Na de akkor induljunk reggelire fel, mert már nagyon éhes vagyok. Akkor kinyitom a kalendáriumokat, kezdjük a Douglas-szel ma. A 18-as szám mögött is egy ilyen kis szérum van. Az Yves Rocher kalendáriumban egy körömlak található, méghozzá, milyen szép. Hát nem annyira téli árnyalat, bár egy hideg rózsaszín ezüst csillámokkal, úgyhogy végül is abszolút el tudom képzelni most arra is. És a lássos úriás kalendáriumban egy Snowflake nevezetű testápoló van. Ennek nagyon fura illata van őszintén. Nekem annyira nem ízlik. Van egy ilyen enyhe ilyen gumiszaga. Tudjátok, mint amikor kinyitok egy frissen vásárolt gumimatracot. És akkor annak van egy ilyen fura szaga. Na hát én ebbe azt vélem felfedezni. Nem csak az, de így a mellék illata az abszolút olyan. Úgyhogy ez sajnos most nem lett a kedvencem, de biztos vagyok benne, hogy fogok találni olyat, aki nagyon fog ennek örülni a családból. Ettől eltekintve természetesen nagyon-nagyon hálás vagyok az összes kalendáriumért, és eddig ez az első olyan kis ajándék, ami nekem nem vált be, de hát ez is csak nekem nem, tehát az, hogy milyen illata van egy terméknek, az teljesen szubjektív. Mivel ennek a videónak nem lett annyira sok tartalma, nem tudtam ma nagyon videózni, mert amit láttátok, reggel vágtam, elmentünk reggelizni, hazajöttünk, megnéztük a Mandalorian új részét, ami úristen egyébként az egyik legjobb, hanem a legjobb az eddigiek közül, úgyhogy mindenképp nézzétek, ha nem néznétek. És aztán megnéztem a kommenteket a múltkori kérdezfelelekes vlogmas rész alatt, és új kérdéseket nem tettetek fel, viszont ugye azt is kértem, hogy írjátok meg, hogyha esetleg szeretnétek ilyen sminkkollekciós részt is belecsempészni így a vlogmas sorozatokba, és azt viszont többen kértétek. Úgyhogy arra gondoltam, hogy akkor most szerintem ez egy tök jó alkalom, Ari elment dolgozni, tök jó alkalom arra, hogy megmutassam nektek, hogy hogy is áll most a smink kollekció. Volt, aki azt írta, hogy csak a legjobban bevált 2019-es termékeket mutassam be, ami szintén nagyon jó ötlet egyébként, de szerintem erről fogok talán egy külön videót csinálni, mert tavaly is csináltam 2018 legjobb termékei videót, és azt szerettétek, szóval szerintem lehet, hogy ezt idén is fogok, de akkor most így, hát nem akarok nagyon-nagyon belemenni mindenbe, de akkor most így gyorsan megmutatom nektek, hogy hogy is néz ki most az én smink kollekcióm. Először is tárolok itt sminkeket az íróasztalomnak a bal kis polcában, illetve
a fiókjában is. Akkor kezdem a fióknál. Ott egyébként azok vannak, amiket tényleg minden nap, napi szinten használok, itt pedig azok, amiket még nem bontottam ki, várják, hogy használjam őket, vagy azok, amiket nyáron használok, leginkább, és télen kevésbé, hasonló. Itt vannak ugye az ilyen alapozós, primeres dolgaim, van itt mindenféle alapozó, ez a nyári színem azért van itt, ezt is nyáron szeretem inkább használni, ez is nyári szín korrektor nekem, Estée Lauder Double Wear, nagyon-nagyon szeretem, a Pupának egy BB kréme szintén nyáron használom, az egyik kedvenc alapozóm Fresh Nude a Body Shop-tól, két primer, itt van a Fenty-nek az új hidratáló primere, egy NARS primer, amit még nem bontottam ki. Szintén nyáron használom a Fenty-nek ezt a hidratáló alapozóját. Van egy Urban Decay Naked korrektor, amit még nem használtam, nem bontottam ki. Két kedvenc drogériás alapozóm, az Essence Insta Perfect és a Trendy Tap Matte Beauty Perfection. Van egy IT Cosmetics CC krémem, ez is nyári dolog nálam, illetve egy Fenty Beauty alapozó, ami nagyon sötét nekem jelenleg, tehát ez abszolút nyári színem, és egy Rimmel korrektor, amit most kaptam nemrég, úgyhogy még ez sincs kibontva. És egyébként ne haragudjatok, de piszok van most. Ezt még nem takarítottam le. Ugye a lakás többi részét azt a múltkor azért így kitakarítottam, de ezt még nem, sajnos. Úgyhogy egyébként, ha ezt megmutattam, akkor lehet, hogy utána ezt le is fogom takarítani. Itt vannak ilyen bronzerek, pirosítók, highlighterek, mindenféle. A kedvenc Too Faced Born This Way porpuderem, egy Beauty Bakery porpuder, a Born This Way-nek egy nyomott állagú púdere, Too Faced bronzer, az egy kedvencem, de ez nyáron szoktam használni. Miss Sporty Perfect to Last 10 órás púder, ez nagyon jó, imádom, a drogériából a kedvencem. Szintén drogériás kedvencem a City Bronzer a Maybelline-től. Van itt Fenty Beauty Highlighter, ez nyári szín. MAC Soft and Gentle Highlighter, pupa pirosító, ez fényes, úgyhogy ezt is nyáron szeretem használni, inkább nyári színe van. Too Faced Highlighter, Pupa Highlighter, NARS pirosító, Essence pirosító. Aztán itt van az Essence-nek ez az új kontúrozós kitje. Ezt használtam már, nagyon tetszik, úgyhogy ezt elő is veszem. Van itt egy ilyen Blossom Dreams színes highlighter, szintén az Essence-től, és egy MAC Studio Fix Puder, amit amúgy annyira nem szeretek. Aztán itt hátul így mindenféle így be van dobva, van itt egy Beauty Bakery fixáló spray, vannak itt szemceruzák, folyékony highlighterek, hegyek, van egy Fenty szemöldök ceruza, két bontatlan szempilla spirál, a Kat Von D Go Bigger Go Home, illetve a CoverGirl Lash Blast. Ezeket is előveszem. Sőt, előveszem ezt a Maybelline Tattoo Brow terméket is, mert meg fogom vele most csinálni a szemöldököm. Jó, hogy eszembe jutott. Itt szemfesték paletták vannak, illetve van ez a Fenty Beauty-s kis doboz, amiben az összes árnyalatú szájfényét tartom, illetve az arany az nincs meg, de hát ez nem is kell. Zoeva paletták, Urban Decay Naked paletta, Too Faced-nek ez a mini palettája, Age & Damage szemhéj paletta, ezt nagyon szeretem, Fenty Beauty-nak a porpúdere, mert az már nem fér be máshova. Van itt egy Beauty Bay-es ilyen nagyon színes paletta, kreatív sminkekhez, egy The Bomb paletta, NARS utazós paletta, és alul a Revolution-nek van a soft kollaborációs palettája. Itt hátul pedig bronzerek vannak szintén, meg highlighter paletták, Nude Sticks-nek a krémes állagú highlightere, pirosítója és bronzere, Fenty Beauty krémes bronzer, itt volt ez a Kat Von D holografikus paletta, Cover FX pirosító paletta, Hourglass paletta, a Softnak szintén a Revolution-nel közös kollaborációs highlighter palettája, és egy Zoeva paletta, amiben pirosító, bronzer és highlighter van. Ja, meg itt van egy Milk Makeup-os krémes pirosító. Ezt nem szeretem, úgyhogy ezt nem ajánlom. És itt van a H&M-nek is a kontúr palettája, amit szintén nagyon szeretek. Így néz ki. Van itt egy Max Factor krémes kontúr paletta, egy Huda Beauty korrektor, tester, és akkor itt vannak ilyen monoszemhéj festékek, van Essence, Colourpop, NYX, Pupa itt is, Essence, itt vannak ilyen csillámok is, illetve folyékony szemfestékek a Stilától, és hátul pedig mini termékek vannak, mini All Nighter, Fix Plus, Benefit, Hula Bronzer. Szóval ezek vannak itt a fiókban, és akkor térjünk át
a mindennapi sminkekhez. Ugye a múltkor említettem, hogy milyen alapozókat használok, úgyhogy itt az alapozók vannak. Itt hátul egy Too Faced, egy Anastasia és egy Urban Decay fixáló spray. Too Faced korrektorom, amit már nagyon szeretnék elhasználni. Van itt egy It Cosmetics-es primer, ez nagyon jó ez a primer. Két alapozó, ezt még nem próbáltam ki, azért van itt, ezt pedig még csak egyszer próbáltam ki, úgyhogy azért van itt, szóval ezeket még majd tesztelgetni fogom. Most az Anastasia porpuderét használom. Van itt egy ilyen Tatcha The Silk Canvas primerem is, ez abszolút nem jött be nekem száraz bőrömhöz, úgyhogy ezt el fogom adni. Ha valakit esetleg érdekel, akkor az Instámon megtalálja az eladó termékek között. Jó kis primer, de nekem kiemeli a száraz részeket. És akkor itt is vannak még szemfesték paletták, a Natasha Denona Safari palettája, a Huda Beauty-nak a New Nude palettája, Tartlet 2-es palettája, NARS-nak egy ilyen palettája. Itt van az új Going Coconuts paletta a Colourpop-tól is, és akkor itt van egy ilyen akril fiókos szett, ami egyébként Londonból van, a Muji nevű boltból. És akkor itt a felső fiókban vannak az ilyen alapozós dolgok, van itt egy Ofra Highlighter paletta, Fenty Beauty-nak a bronzere, ez világosabb, mint a Too Faced, úgyhogy azért ezt használom ilyenkor télen. Két nagyon világos Fenty Highlighter, Kat Von D-nek a kis kontúr palettája, a Becca Highlighter mini változatban, ezt nagyon szeretem, nagyon erős fénye van. The Balm Mary Luminizer, biztos, hogy ismeritek, Benefit-nek a Boeing korrektora, Charlotte Tilbury Puder, amivel abszolút nem vagyok megelégedve, nem tudom ajánlani, nagyon drága, és egyáltalán nem éri meg a pénzét, én nem szeretem, szerintem ne vegyétek meg. Essence-nek egy pirosítója, amit nagyon szeretek, viszont annyi bajom van vele, hogy mindegyik ilyen kis pirosítomnak egyszerűen eltörik. Hoppá, a csomagolása letörik róla ez a kis fedőrész. Ettől eltekintve nagyon jó kis pirosító, és abszolút megéri az árát. Itt egy It Cosmetics Bye Bye Pores Under Eye Corrector, ez nagyon világos, de iszonyatosan jól fed, és egy Benefit Bella Bamba pirosító. A második fiókban szemre való termékek vannak, illetve itt is van egy Too Faced Irtó Cuki szemfesték paletta. A kedvenc drogériás szemfesték palettám, ez az Essence Million Nude Faces, egy Kaja szemfesték trió, amit szintén el fogok szerintem adni. Nagyon-nagyon szép színekből áll, és irtó kompakt, tényleg. De most, hogy már megrendeltem ezt a Going Coconuts palettát is, így már nem annyira van rá szükségem. Jó, és ezeket a filciket elrakom innen az útból amúgy. Hú, itt nagyon sok minden van. Fenty Beauty szemceruzák, Pupa szemceruzák, Shadow Insurance a Too Faced-től, Pupa szempillaspirál, Pupa szemhéjtus, Vivienne Szabó szempillaspirál, Vivienne Szabó szemöldöggél, Fenty Mini Highlighter, Anastasia Beverly Hills Deep Brow Pomade, Milk Makeup szempillaspirál, Anastasia szemöldöggél, Sigma szemceruza, Vivienne Szabó szemhéjtus, Rimmel szemhéjtus, ezek nagyon jók egyébként, ezek a rimmeles színes szemhéjtusok, Benefites szemöldöggél, meg H&M-es szempillaspirál, a kedvenc szemöldög ceruzám a Fenty Beauty-tól, és egy Maybelline szemceruza is. Ja, illetve itt van ez a L'Oréal-os is, de ez a csomagolása miatt ugye már nem fér be ide, úgyhogy ezt így kívül tartom. Az alsó fiókban pedig ajakra való termékek vannak, hát itt is van mindenféle. Anastasia Beverly Hills, Jeffree Star, Kat Von D, a Kat Von D folyékony rúzsok a kedvenceim, Pupa folyékony rúzs, Zoeva ceruza, Colourpop folyékony rúzs, Vivienne Szabó rúzsok, ezeket még nem próbáltam, de mindenképpen kifogom, most kaptam őket nemrég. Essence rúzsok is vannak, van egy Too Faced rúzsom is, rengeteg ilyen mini Kat Von D folyékony rúzs, Ofra mini, van ez az új Charlotte Tilbury Pillow Talk rúzsom, itt vannak ilyen L'Oréal-os ajakápolók, Marc Jacobs mini, mini Charlotte Tilbury-k, Rimmel Stay Matte, a NYX-nek ez az Intense Butter Gloss, ilyen nagyon mély bordó meggyes árnyalatban, imádom. A Trendy Tap-nak a Nude Lip Lace-ét is iszonyatosan szeretem. Zoeva szájfény, van egy darab MAC rúzsom is, és a She márkától is itt van egy rúzsom, és amúgy a She-nek egész jó rúzsai vannak, és egy Estée Lauder rúzs is van itt. Ez az én smink kollekcióm jelenleg. Ugye, ahogy mondtam, már megint van egy-két dolog, amitől szeretnék megválni. Hát ez ilyen. Én nagyon szeretem próbálgatni a sminkeket, nyilván azért is, mert így meg tudom veletek osztani a tapasztalataimat,
el tudom mondani, hogy mit érdemes megvenni, mit nem, és mindig írtóhálás vagyok, amikor írtok egyébként, hogy az én ajánlásomra megvettetek valamit, és igazam volt, tényleg nagyon jó, vagy esetleg nektek se vált be, meg hasonlók, úgyhogy egyébként ezt nagyon köszönöm, hogyha meg szoktátok írni. És hát bizony néha vannak olyan dolgok, amiket megveszek, és nekem nem váltak be, de úgy gondolom, hogy ettől függetlenül másnak beválhatnak, mert mondjuk a bőrtípusom miatt nem vált be az adott termék, vagy bármi ilyesmi, vagy egyszerűen csak rájöttem, hogy nincsen rá szükségem. Szóval igen, nálam egész gyakran cserélődnek a smink cuccok, mondjuk így, de én szerintem ez nem baj. Tehát mindenkinek van valamilyen, amit gyűjt, vagy amit szeret próbálgatni. Hát nálam ezek a sminkek többek közt. Letakarítottam a sminkes fiókomat, és most pedig, amíg Ari haza nem ér, addig Netflix ezek egy picikét. Éppen a Dallas Buyers Club filmet kezdtem el nézni. Nem láttam még ezt a filmet egyébként, de nagyon durva, hogy Matthew McConaughey mennyire lefagyott azért a szerepért. Iszonyat jól játszik Matthew. Said I know you got a pussy addiction, motherfucker. Hey, megnéztem ezt az It's Kind of a Funny Story című filmet is, és igazából nagyon találó a címe, mert hogy kb. Én is ennyit tudnék elmondani róla, hogy ez egy ilyen vicceske kis történet. Ha gondoljátok, akkor nézzétek meg, szerintem nem volt rossz, egy nagyon kedves kis sztori, semmi világ megváltó vagy ilyesmi, de szerintem egyszer érdemes megnézni. Már 3:42 van, Ari úton van haza, úgyhogy elköszönök tőletek. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a részét is a Vlogmasnek, és tudjátok, holnap találkozunk, addig is, sziasztok!